És 5 éve alakult meg. Ezáltal idén ünnepeljük az 5. fennállásunk évét. Gyakorlatilag 3 jó barátból indult ki szökkent szárba ez az együttes. Mindannyian nagyon régóta ismerjük már egymást. Közös zenei múlttal rendelkeztünk. Majd e közé szerveződött gyakorlatilag még 3 tag, most már, sőt 4, amiből most már csak 6-an vagyunk összesen. Gyakorlatilag ez Halásztelek, ennek a központjában, a zeneiskolájában kezdtük meg a közös gyakorlást, és indult el a csapat gyakorlatilag. Említetted, hogy 6-an alkotjátok az együttest. Kik azok, akik játszanak az együttesben, és ki volt az a 3, aki alapította, és hogy jöttek utána a sorba? Az alapító tagok, most hívjuk így őket, Hújber Tibor, ő gitár, ráadásul az én gitártanárom, illetve a másik embernek a gitártanára is volt. A basszusgitáros diószegi Albert, én Lecsenkov Dániel, majd később csatlakozott hozzánk egy másik gitáros, Kenesei Ferenc, illetve utána jöttek a vokálos lányok, amiből Ullmann Zsuzsi máig velünk van. Gyakorlatilag egyébként Zsuzsiról tudni kell, hogy az Operett Színháznak a tagja, meg még a Budapesti Operett Színház tagja, úgyhogy jackpotot fogtunk vele. És akkor az Operett Színháztól hogyan vezetett ide az utat? Halásztelken élek. Halásztelken élek, és a basszusgitáros az én kedvesem, és akkor lementem nézni próbákat, és nekem mániám a vokális éneklés, tehát amikor egynél több szólam szól, ne talán már 3-4, azt szerintem a csúcsa a zenélésnek, és akkor így valahogy így összenéztünk így sokan, és azt mondjuk, hogy akkor viszont legyen, és az odáig oda nőttek ki magát, hogy most már énekelek szólókat is természetesen, tehát most már így tehermentesítve Danit, most már én is énekelek szólót, persze az ő dalaiban pedig vokálozom. Még annyit szerettem volna elmondani, hogy ide, hogy a take cover az gyakorlatilag azt is jelenti sokféle fordítása mellett, hogy csináld meg magadnak, ugye? Dolgozd fel, és hogy azokat a számokat játsszuk, amikre mind a 6-an behúzzuk az X-et. Tehát valaki hoz egy új dalt, általában Dani szokta hozni az új dalokat, és akkor hallgatgatjuk őket, és akkor amire mind a 6-an X-et húzunk, azokat csináljuk meg. Tehát ilyen igazi örömzenél semmi nincs, ami olyan, amit bárki is ne szeretne. Yeah.
gyakorlatilag a 70-es, 80-as, 90-es évekből szemezgetünk különböző műfajokon keresztül, csak néhány előadó, Eric Clapton, Sting, Kansas, ugye, Edda Máté Péter, így van, tehát magyarokat is. Igazság szerint pontosan, mivel a Zsuzsa is mondta, hogy nagy a szűrő, min átmegy, így nagyon nagy merítésből kell ezeket kiválogatni, ezért eléggé sokszínű maga a repertoár is. De mi az, amire általában mindenki rá szokott bólintani? Mi kell ahhoz, hogy elnyerje mind a hatotoknak a tetszését? Hát általában jó pár tábla csokoládé részemről, de hál' Istennek azért ennyi idő alatt, meg mondom, amúgy is már ismertük egymást évekkel ezelőttről, nem véletlenül jöttünk össze, tehát úgy gondolom, hogy ez a fajta hullámhossz is megvan, így annyi küzdelem nincsen, mikor dalt választunk. Miért pont erre a korszakra? Hát ez a 70-es, 80-es, 90-es évek zenei stílusára esett a választásotok. Mondjuk én mindenevő vagyok. A mainstream vonalban, az én személyes véleményem szerint abban az időszakból tudták kitermelni azokat a számokat, amit én legszívesebben elénekelek, vagy a srácokkal játszunk. Sajnos a 2000-es évektől indulóan nagyon nehéz megtalálni azokat a dalokat, amik időtállók. Így van, jobb a merítés a régebbiekből szerintem. Hogy könnyű ezeket a zenéket játszani, hiszen azért egy Sting igazán nagy diva szakmában. Igen, hál' Istennek mindegyik tag a maga hangszerén nagyon profi, hívjuk így, nagyon profi, mi pedig nagyon szeretjük ezeket a dalokat énekelni, és úgy gondolom, hogy ez a mi részünkről, tehát az énekes részről nagyon így lélekből jön, a visszajelzések alapján, meg talán tetszik is a közönségnek, úgyhogy azt mondanám erre, hogy nem nagy képűségből, csak hogy könnyűnek tartjuk, mert szeretjük, tehát nem kell küzdeni vele. Gyakorlatilag egy 30-40 dal az így bennünk van. Nyilván most nem tudnánk mindegyiket stúdió minőségbe előadni, rá kell készülni, ugye ezért is van a koncertek előtti próba, de azért annyihoz, 30-40 dalhoz így hozzá tudunk nyúlni, hogyha arról van szó. Meg is lepődtünk, hogy tudunk 2,5-3 órát, ugye elmondtuk? Igen. Tehát 2,5-3 órát össze tudunk úgy rakni, hogy megvan. És neked mi a kedvenced egyébként? Mit szeretsz énekelni? Hát magamtól, tehát amit én énekelek, a Michael Bublé Feeling útot szeretem a legjobban, amit Tamástól kaptam, a kahonosunktól. A Danitól pedig, ki játsza a kedvence? A Billy Idol Rebel Yell, meg a Kansas-től a Dustin the Wind, azt szeretem a Danitól legjobban. De szeretem a Máté Pétert is, a Hallelujah-t is, szeretem őket, hiszen kiválasztottuk őket. Így van. Én is inkább a Kansas-től szeretem a Dustin the Wind-et, amit ma is fog majd hallani a közönség, illetve a legutóbbi nagy kedvencem az a Nélküled az ismerős arcoktól. És ide, a mai Füzes Abonyi koncertre mit hoztatok magatokkal? Mi lesz a repertoár? Igen, összesen 14 dalt hoztunk. Ebben benne van a már említett Feeling Good, Kansas. Talán pont ezeket is, amiket legjobban szeretünk, hoztuk el, tehát ezeket el is mondtuk. Ezen kívül ha mindig, mikor így kérdezik, akkor sose jutnak az eszembe, de ja, igen, Charlie számokat játszunk. Stinget, az a mondom talán, Sting is. Igen, igen. Vegyes. Sound like an infant child.
Saját lemezzel készültök? Saját számokkal nem, de már elindult egy rögzítés, egy hangrögzítési folyamat. 4 dalt rögzítettünk eddig. Még nem biztos, hogy bármilyen lemez fog ebből készülni, de célunk, hogy igen, hogy rögzítsük az utókornak, magunknak, meg természetesen aki szeretné meghallgatni.